Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés az lenne, hogy mi az ő gondolata, mit tervez, például mit tervez veled, az itt látható ezen a képen. Ő mozgásba jön, lépéseket tesz, de még óvatos. Hol ide figyel, hol oda. Lehet, hogy fél attól, hogy valaki támadni fogja őt, vagy figyeli őt, de ennek ellenére kimutatja a bátorságát, hiszen a kezében látható ez a tűz eleme. Az utal a lelkesedésre, a bátorságára, védeni fogja magát, utal a szenvedélyekre is. De mivel még olyan bizonytalan, odafigyel arra, hogy te hogy reagálsz. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az érzelmei. Itt látható ez az uralkodó. Lehet, hogy ő uralkodik az érzelmei felett, uralkodik a helyzet felett, de az is lehet, hogy valaki uralkodik felette. Ez lehet az apukája, lehet a főnöke, és itt látható a tartásánál, hogy óvatos. Lehet, hogy fél attól, hogy ez az uralkodó majd támadni fogja őt. De nem szabad elrohanni az események elől, ő sem fog elrohanni, hiszen a tűz eleme jelenti majd az ő bátorságát. Védeni fogja magát. Ami kettőtöket illet, uralkodik az érzelmei felett, nem mutatja nyíltan ki, hogy mit akar, hogy mit érez irántad. Lehet, hogy még vannak bizonytalanságok, közeledik hozzád lelkesedéssel, lesz testi kapcsolat, hiszen ez a terve, de várja azt, hogy te nyiss felé. A harmadik kérdés az lenne, hogy milyen lépéseket tesz irányodba. Itt látható a sors kereke, a szerencse kereke, tehát itt lesz egy szerencsés fordulat. Lesz egy új irány, egy új kezdet, vagy új tervek. De ha félelmeid vannak, akkor ez a kerék megáll. És úgy fogod érezni, hogy nem mennek előre a dolgok. Tehát bízz ebben a szerelemben, bízz meg benne, ő jönni fog hozzád, akkor is, ha vannak még bizonytalanságok, de látható, hogy kis lépésekkel megteszi ezt az utat, és légy kicsit türelmes, amíg ő indít. És mi fűz össze benneteket? Itt látható a múlt, az emlékek. Vissza fogtok tekinteni a múltba. Ez romantikus. Közeledik hozzád, keresi veled a kapcsolatot, beszélni akar veled, és beszélni akar a múltról, de nem a gondokról, hanem a szép emlékekről. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!